És akkor újfent köszöntöm a Facebook és a YouTube csatornáink nézőit, és egyben elnézésüket kérjük azért, hogy a technikai nehézségek okán sajnos az IVI filmet nem láthatták élőben, de ígérem, hogy most, amint véget ér a panelbeszélgetés, azonnal föltesszük a YouTube-on, és meg lehet majd nézni teljes egészében korlátozás nélkül. Az okozott technikai kellemetlenségekért elnézését kérjük a nézőinknek. Reméljük, hogy ezt a beszélgetést már jól lehet hallani. És akkor gyorsan köszöntöm is a panelünk résztvevőit, Bodó Balást, Bodoki Tamást és Tófalvi Tamást. Egy rövid bevezetőt szeretnék kérni mindhármatoktól. Három mondatban mondjátok el, légy szíves, hogy mivel foglalkoztok, hogy a nézők nagyjából képben legyenek. Menjünk a Bodoki Tamástól. Újságíró vagyok és szerkesztő, az Átlátszónál dolgozom. Köszönöm. Én médiakutató vagyok, egyetemi oktató, a Műegyetemen tanítok a kommunikáció és médiatudomány szakon. Én pedig azt hiszem, hogy az IVIV 120. felhasználója voltam annak idején. Próbáltam árulni a nem csak a meghívót, magát a profilt, alacsony idejű profil alatt, de nem kellett senkinek. Jelenleg az Amsterdami Egyetemen foglalkozom infokommunikációs joggal. Nem tudom eldönteni egyébként, hogy az IVIV 120. tagsága, vagy a Fidesz 5-ös számú pártakkönyve az értékesebbe. Ugye? Ez a piac, ezt most nehéz belőni, hogy mi az értéke ennek. A filmet azt nem láthatták a nézőink, de azért röviden összefoglalva, ott a legvégén egy olyan dilemma rajzolódik ki, hogy Új Péter és Kardos Gábor az egyik oldalon, VR Balázs a másik oldalon, X-Index, X-Origo, hogy végül is most egyébként a Deutsche Telekom szerepét az hogy lehet megítélni a magyar online tartalomszolgáltatás fejlesztésében, és ugye ebből a szempontból érdekes a Tamás jelenléte, mert hogy te az újságírói munkát hajnalán az interneton még, ami ugye az Index elődje volt, ezt még én sem olvashattam, tehát ez egy annyira régi történet, hogy ott te az akkori Telekom, Matáv, nem tudom egyébként akkor az már Deutsche Telekom tulajdonban volt-e vagy sem. Matáv volt előbb még a 90-es években. Szóval te akkor már arról cikkeztél, hogy súlyos problémákat jelent az a monopol helyzet, amit a cég kifejezetten az infrastruktúra, építés, fejlesztés, karbantartás, szolgáltatás terén bír. Mennyire látod előre ennek az esetleges további következményeit, és hogyan fogadták akkor a te kollégáid az ezzel kapcsolatos kritikádat? Hát ez mi az internetos időben volt, tehát ez az Index előtt volt, az Indexnek az előzmény lapja volt az internettől körülbelül 95 és 2000 között, és ott én vittem ezt a matávos vonalat. Ugye a matáv akkor, Balázs emlékszik, tehát a matávnak akkor gyakorlatilag kvázi monopóliuma volt a dróton, tehát az infrastruktúrán, amint te elérted az internetet, mert amúgy, mit tudom én, be kellett menni a könyvtárba, vagy az egyetemre, vagy valamilyen intézetbe, hogy mert ez most tegyük hozzá, hogy akkor még ugye telefonvonalon keresztül ment, tehát sem wifi, sem semmi egyéb ilyen éteri megoldás nem állt rendelkezésre. Igen, és betárcsázós modemmel lehetett elérni az internetet, és erre olyan percdíjakat szabtak meg, ami gyakorlatilag kifizethetetlen volt, tehát mezei halandó átlagos fizetésből egyszerűen nem fért hozzá az internethez, a drágassága miatt, és ezzel ellen szólaltunk fel akkor. Milyen jól tetted? Tehát ezt azóta is hálás vagyok neki. Köszönöm szépen. Lehetett itt abból ekkor már következtetni, hogy lehetnek esetleg problémák abból, hogyha az infrastruktúra szolgáltatója beszáll a tartalomszolgáltatásba is, vagy ez akkoriban milyen megítélés alá esett? Nézek akár Rádi Tamás ilyen szempontból. Én sokáig nekem meggyőződésem volt, hogy ez egy nagyon unikális magyar dolog volt. Szerencsére ezt a tézisemet nagyon széles körben nem hírezteltem, de pont egyébként volt Amsterdamban tavaly egy internettörténeti konferencia, ahol a magyar digitális újságírás kezdeteiről beszéltem. És miután befejeztem az előadást, ahol megemlítettem ezt, hogy volt egy ilyen dolog nálunk, akkor odajött egy NYU-n tanító, egyébként kínai lány hozzám, hogy Kínában történetesen volt ilyen. Tehát ott is volt a 90-es évek közepén, 90-es évek harmadik harmadában, hogy az ottani drótot fejlesztők, infrastruktúrát fejlesztők tartalomszolgáltatással is foglalkoztak. Úgyhogy ezzel még valamit fogunk kezdeni, de a kettőnk összesített tudásában nem volt benne még olyan további szereplő, aki más országokban csinált volna hasonlót. Nem tudom, hogy ti erről tudtak-e
valamit egyébként is itt nézek Balázsra és Tamásra is, meg az egész közönségre. Amerikában inkább az volt a jellemző, hogy a nagy média cégek csináltak hírportálokat, és az infrastruktúra szolgáltatók azok maradtak a kaptafánál, tehát ők az adattovi továbbításnak az infrastruktúráját építették. Hát azért a mondás az volt, hogy konvergencia, konvergencia, konvergencia. És hogy itt egy össze fog folyni a média, a távközlés, meg a telekommunikáció, és hogy valahol ezek a dolgok találkozni fognak. Az nem volt egyértelmű, hogy hol fognak találkozni. Ugye Amerikában az AOL Time Warner egy másik ponton találkozott, ők a Time Warnerben találkoztak. Itt gyakorlatilag nagyon kevés, 2000-es évek elején egyáltalán nem volt tőke az országban, különösen nem volt tőke arra, hogy ilyen típusú radikálisan innovatív fejlesztéseket valósítsanak. Ami történt, az volt, az egy ilyen bottom-up, aminek az IVV is a története volt, hogy emberek összeállnak, és a legjobb tudásuk szerint egy ilyen minimális tőkével ellátott környezetben próbálnak a legjobb tudásuk szerint eljárni. Annakinek tőkéje volt ebben az országban, az a Telekom volt. Most ilyen szempontból lehet kudarcnak értékelni ezt a helyzetet, de ez egy ilyen szerintem tipikus magyar megoldás volt, hogy a György Péter besétált a Straubhoz, és azt mondta, hogy Elek, figyelj, az nem lehet, hogy kivisztek innen nem tudom hány milliárd forintot, és nem marad itt egy fillér se. Ugye Straub Elek csak a történeti hitelesség kedvéért, hogy ő volt akkor a Telekom vezérigazgatója. Igen, és akkor erre Straub Elek egy felvilágosult okos ember egyébként azt mondta, hogy hát figyelj, ez kerekítésében a németeknél természetesen bele tudunk rakni itt pénzt abba, hogy legyen magyar nevű tartalom. És egyébként abban neked teljesen igazad volt, hogy a Telekom vagy a Matáv akkor monopól helyzetben volt, és ez senkinek nem volt jó. Az alternatíva az volt, ami egyébként történt, a Telekom piac liberalizációja. Attól nem lett több pénz a tartalomban feltétlenül. Ez egy ilyen második, legkevésbé rossz megoldás volt, hogy ha már monopólium van, akkor legalább egy felvilágosult autokratán keresztül próbáljunk valamennyit itthon tartani. Ezt a volt matávosok így látják, hogy igen, a volt origósok így látják. A másik oldalról, mondjuk az internettóból ez úgy nézett ki, hogy próbálkozunk tartalomszolgáltatással az interneten, és jön egy ilyen óriási multi, és gyakorlatilag az infrastruktúra monopóliumát kiterjeszti a tartalomszolgáltatás területére is, és gyakorlatilag nem lehet vele szembe labdára rúgni pont ezért, mert hogy ennyire tőkeerős. Tehát ezt úgy tudom, nem tudom, a mai viszonyokra hozni egy hasonlatot, mint amikor a kormány elkezdi önteni a médiába milliárdokat, és közben mi pedig a Facebookon meg a weben próbálunk meg független újságírással próbálkozni. Bocsánat, csak így ezt muszáj elmondanom ezt a kis ironikus helyzetet a közönségnek, mert lehet, hogy azért nem volt benne az utalgatásokban, hogy a Balázs ugye, amikor ezek történtek, akkor ő a Telekomnál dolgozott ugye részben, a Tamás pedig az internetonál, és én akkor gimnáziumi tanulmányomat folytattam, tehát hogy azért nem érkeznek felém ezek az utalások. De ami még eszembe jutott még a történeti eseményekkel kapcsolatban, az, hogy ha valamit kell keresni, amíg az ilyen hungarikum, akkor az, hogy más országban nem tudok olyat, hogy online only és először online megjelenő felületek válhattak volna ekkora piacot domináló szereplőkké. Tehát ugye a legelső nagyok ugye a CNN.com, a New York Times-nak az oldalát. Egy előzően print és tévés társaságok mentek rá az internetre, bármennyire is vonakodva, de azért rámentek. És emellett még, hogy ez egy különleges formáció volt Magyarországon, elég korai is volt. Tehát azért 95-ben ugye már volt internettó bőven, és 95-ben még abszolút indultak, tehát 94-5 körül indultak el a legnagyobb nemzetközi online szájtok világszerte. Szóval ez is egy olyan érdekes momentum volt, mint mondjuk a közösségi hálókkal kapcsolatban, hogy a 2002 az egy elég korai indulási időpont volt azért a globális közösségi hálók területén is. Meg lehet erősíteni, lehet-e száfolni azt a városi legendát, mi szerinte akkor az internetos állásodat azt azért vesztetted el, mert hogy túlságosan is kemény hangot ütöttél meg a Telekommal szemben, és emiatt a Telekom gyakorlatilag visszavonta a hirdetéseit, vagy jelezte azt, hogy kevesebbet fog majd hirdetni. Ennél egy kicsit cifrább a történet, de nagyjából erről volt szó. Arról volt szó, hogy én írtam ugye ezeket a cikkeket az internettóra, és egyszer jött egy levél a Straubtól, hogy a nyírő, tehát az internetos főszerkesztő átküldte neki a cikkemet, és hogy szerinte itt meg ott nincs igazam. És akkor én ezen kicsit kiakadtam, hogy hát miért küldi ő át a cikket a Straubnak, és hát utána, miután én eljöttem, meg is jelentek a
matáros hirdetések az interneton is, tehát valószínűleg alapja volt annak, hogy nekem ez nem tetszett. Mit lehet elmondani arról az állításról, amely a filmben is elhangzik, ugye Szabó Márton, aki az IVIV-nek az ügyvezetője volt, úgy fogalmaz, hogy szerinte az IVIV lehetett volna a magyar internet bástyája, ami köré tudott volna fölépülni valamilyen formában a magyar online sajtó. Ugye Balázs, nektek volt valami hasonló tervetek, ti azt gondoltátok, hogy tévéket kellene, tematikus tévécsatornákat kellene valamilyen módon az IVIV-hez kötni. Hogyan értékelitek Szabó Mártonnak ezt a kijelentését? Lehetette volna bármilyen módon is bástya az IVIV? Hát utólag visszanézve mindenki tökéletesen okos. Mi annak idején ugye az, a Csigó Péternek volt az az ötlete, amikor már látszott, hogy a Facebook elviszi a felhasználókat, hogy olyan nemzeti, olyan dolgokat kell az IVIV köré szervezni, amik alapvetően nemzeti jellegű tevékenységek, tehát amik benne vannak abban a viszonylag zárt nyelvi, kulturális térben, amelyben egyébként nap mint nap mindnyájan megfordulunk. És ez a tévé az egyik oldalon, és a tévé az még mindig nagyon megy Magyarországon, tehát a Péternek az volt az ötlete, hogy miért nem csinálunk e köré egy közösségi tévé infrastruktúrát. Ugye a kínaiak megcsinálták a paymentet, tehát hogy az egy payment infrastruktúra, tehát hogy egy csomó minden látszik, hogy mi mindent lehetett volna, de én is azt gondolom, hogy ez egy nemzeti közmű volt, és aztán nem lett belőle az, vagy hogy így hagytuk elfolyni, és ez szerintem egy történelmi hiba, de nagyon, tehát én utólag sem tudnám megmondani, hogy hogyan lehetett volna megtartani. Nehéz ugye erre azért is mit mondani, mert hogy pontosan mit is jelent mondjuk, hogy az IVIV a bástyája, mondjuk mert egy ilyen jó kis haditechnikai metafora hálózata, beágyazzuk most az IVIV-et. Én igazából nekem van egy ilyen elképzelésem vagy teóriám, mert ugye hát nyilván igazolni ezt már ennyi időtávlatában nem lehet, mert pontos adataink sincsenek arról, hogy nem feltétlenül a Facebook volt egyértelműen, ami így elvitte az IVIV-et tőlünk, vagy lenyomta, hanem az, hogy közben nagyon megváltozott az internet, és az IVIV az másképp mozgott együtt ezzel az egésszel, mint ahogy a Facebook. És ugye ez arról szól, hogy most már nem közösségi hálókat, hanem médiavállalatokat látunk ezeknek a platformoknak a helyén. És az sem feltétlenül egy elhanyagolandó tényező szerintem, hogy milyen üzleti modellek voltak, vannak ezeknek, ezen vállalatok mögött. Tehát, hogy amikor a Facebook úgymond lenyomta az IVIV-et, akkor nem arról volt szó a 2010-es évek elején semmiképpen sem, hogy itt van egy profitábilis, nyereséges, csodálatosan kiegyensúlyozottan működő vállalat, hanem globálisan iszonyatos mennyiségű kockázati tőkét nyomtak bele valamibe, amit nem nyomtak bele konkrétan az IVIV-be. Tehát ez a piaci versenynek is egy nagyon érdekes változata, ami zajlott. Most már azt látjuk, hogy a legtöbb platform nyereségesen működik, mert kivárták szépen a befektetők azt a 10x évet, amíg ez megtörténik. De ha nem várták volna ki, akkor lehet, hogy nem ezek a szereplők lennének most éppen ott, ahol. Tehát, hogy ez nem egy olyan fajta üzleti közeg, ahol már a kezdetektől fogva azt határozza meg, hogy a verseny az éppen aktuális piaci pozíciót, hogy milyen üzleti eredményeket mutat fel, hogy milyen elvárásai, milyen bizalma van egy befektetőnek ebben a vállalatban. Én is azt gondolom, hogy nem nagyon lehetett ennek a dolognak más kimenetele. Én nagyon sokáig ragaszkodtam az IVIV-hez, azt hiszem, hogy csak 2008-ban mentem fel a Facebookra először, hogy nézzük meg, hogy mit csinál, és hát láttam, hogy mennyivel fejlettebb, meg mennyivel jobban működik, plusz ugye ott volt a nemzetközi kapcsolódásra is lehetőség, tehát egyszerűen mindenféle szempontból helyzeti előnyben volt a Facebook. Az, hogy az IVIV-vel lehetette volna valamit kezdeni, hogy át lehetette volna alakítani valami olyan, olyasmivé, ami működőképes, ezt utólag nem lehet megmondani. Ugye felvetett Tamás azt, hogy mit jelent ez a védőbástya dolog, és akkor beszéljünk erről egy picit, tehát hogy mik azok a nyomások, amelyek a globális techvállalatok részéről most kifejezetten a magyar sajtópiacot érített. Mi az a nyomás, amit a Facebook vagy a Google jelenít meg, és itt most nem csak arra gondolok, hogy mondjuk elérésben vagy mondjuk a reklámpiacban, hanem akár mondjuk abban is, hogy hogyan válnak mondjuk az átlátszó vagy más médiatermékekre feliratkozó felhasználók mondjuk adathalászatnak az áldozatává. Tehát hogy mik azok a kihívások, amelyek korábban nem voltak, amikor még üdvözölte akár a sajtó is azt, hogy megjelentek ezek a különböző közösségi médiumok, és mik azok a kihívások, amelyek most már abszolút láthatóak, sőt, mondjuk egy ilyen félperifériás állam részéről, vagy államban élve, mint egy Magyarország is, még élesebben vetődnek föl.
Hát a profitorientált médiának egyértelműen az a legnagyobb kihívása, hogy elszívják a bevételeket, tehát sokkal hatékonyabban lehet hirdetni a Facebookon vagy a Google-in, úgyhogy kevesebb jut mondjuk egy magyar hírportálnak. Nálatok például, amikor az átlátszónál konkrétan lehet azt kimutatni, vagy van erre bármifajta belső számításotok, hogyha nem költötök hirdetésre a Facebookra, akkor az mondjuk az olvasottságban milyen nyomot hagy? Nem, mi nem nagyon költünk, de ez a másik oldalon jelentkezik, tehát mi szerencsére non-profitok vagyunk, és nem hirdetési bevételekből élünk, de ha hirdetési bevételekből élnénk, akkor nagyon nehéz dolgunk lenne fölvenni a versenyt azokkal, akik direktben a Facebookon érik el a célcsoportjukat. Akkor bocsánat, lehet azt is mondani, hogy ti azt a döntést hoztátok, hogy a Facebookon nem, tehát nem ott próbáltak elsődlegesen az olvasói kört összeszedni. De az olvasóinkat onnan, tehát sok olvasót szedünk a Facebookról, van egy 100 000-es Facebook oldalunk, és jelentős forgalmunk van a Facebookról, tehát ez nekünk speciál előny. De mondom, a másik oldalon, ha bevételt akarnánk, hirdetési bevételt akarnánk termelni, akkor nem tudnánk labdába rúgni ezek mellett a nagy szereplők mellett. Egy utolsó pontosító kérdés, hogy ebből a 100 000 feliratkozóból nagyságrendet hányat értek el napi szinten a cikkeitekkel, anélkül, hogy hirdetnétek? Hát 5-10 000 ember posztonként, és 3-4-5 poszt van naponta, tehát... Tehát a tizedét nagyjából. Igen. Az oktatásban szokták ezt mostanában mondani, de egyébként is egy általános igazság, ugye, hogy az a nagy kihívás, hogy olyan munkákra kell felkészíteni ma embereket, fiatalokat, amelyek még ugye nem feltétlenül léteznek még. És ugyanez történt igazából a digitális médiával is, hogy a Google, a Facebook, amikor megszülettek ezek a szolgáltatások, vagy legalábbis azok a szolgáltatások, amik annó még a magját adták ezeknek a platformoknak, akkor nem így talán, erre találták ki őket, hogy lesznek majd 5-en, és akkor felosztják az egész világot, és olyan adathalmaz felett rendelkeznek, ami gyakorlatilag több, mint ma már gyakorlatilag, ami felett államok rendelkeznek. Tehát én azt gondolom, hogy ez az, ami igazából a probléma gyökere, hogy olyan hatalomban, olyan kvázi monopóliumban, vagy éppen tökéletes monopóliumban vannak ezek a vállalatok, ami radikálisan megváltoztatja a szerepüket. Ugyanazt csinálni teljesen más egy piacon egy közepes vagy kicsi szereplőként, mint úgy, hogy gyakorlatilag nincsen alternatíva. Tehát például ugye, hogyha a Google úgy gondolja, hogy lekapcsolja valakinek ugye a csatornáját, akkor az el van kapcsolva. Ha a Facebook úgy gondolja, hogy na, mi lenne, ha holnap tekernénk egyet az algoritmuson, akkor a másik héten 50 000 helyett 3 000 embert érnek el. És nem lehet ugye reklamálni, azért nem lehet reklamálni, mert van ugye az a deal, hogy akkor ti ingyenesen használjátok ezt a szolgáltatást, mi pedig azt csinálunk, amit akarunk, és emellett ugye még nem tudsz betekinteni se abba, hogy hogyan működik ez a dolog. Érdekes egyébként ezt összevetni, mert hogy infrastruktúrális rétegekről beszélünk, és a Telekom az ugyanolyan infrastruktúra monopólium volt, mint most a Facebook egy infrastruktúrális monopólium. A kettő között ugye az a különbség, hogy a Budoki oda tudott menni anyázni a Telekom székház elé, és volt egy személyes kapcsolata a Straubban. Tehát, hogy azért ott volt egy párbeszéd, még hogyha kiélezett volt, és de hogy egy olyan párbeszéd tudott történni, aminek aztán hatása volt a Telekom politikájára is. Most érted, a Facebook egy ugyanilyen infrastruktúra szolgáltató, csak hogy nincs kihez oda menni. Mert hogy hát nincsenek helyben. Tehát, és szerintem igazából ez a probléma a pénzen túl, hogy nincsenek semmilyen szinten beágyazva a helyi közösségekbe, a helyi társadalomba, a helyi gazdaságba azok a szereplők, akik alapvető infrastruktúrákat működtetnek. És innentől semmilyen szinten nem számon kérhetőek, semmilyen szinten nem elszámoltathatóak, semmilyen szinten nem befolyásolhatatok. Egyszerűen tényleg nem tudod, tehát ahogy oda lehetett menni a Weyerhez, oda lehetett menni a Straubhoz, oda lehetett menni akárkihez ebben eddig a Szabó Marcihoz, a Váradihoz, mostantól 2008 óta nincs kihez oda menni. És igazából én ezt látom problémának, mert hogy innentől elveszik egyfajta kulturális vagy közösségi szuverenitás, mert hogy a fontos szereplők egyszerűen távol vannak. Szerintem attól nem leszünk szuverénebbek, hogy lehet a Matávnál vagy a Telekomnál tiltakozni, de amúgy egyetértek. Lehet, hogy el kéne innen ülnöm, és akkor itt jobban tudok beszélni.
Nem, biztos, hogy én akarom hozzátenni, hogy a Balázs hivatását tekintve is az, aki a jogi rendszerek társadalmi beágyazottságával foglalkozik. Tehát a jog is egy ugyanilyen probléma, hogy a jog az részben ugye egy társadalmi konstrukció olyan értelemben, hogy azok is alakítják, akinek hatalmuk van, és ezek a cégek mindent megtesznek a lobbyerejükkel annak érdekében, hogy a jogi környezet lehetőleg olyan legyen, hogy a legkevésbé lehessen rájuk vonatkoztatni. És hogy ez is egy probléma most, hogy oké, hogy vannak ilyen dolgok, hogy GDPR, oké, hogy mindenféle kezdeményezések Franciaországban, Németországban, Spanyolországban, stb. Hogy hogyan lehetne valahogy ezeket az erőviszonyokat megkapargatni. Alapvetően lényeges dolog, máig nem történt azzal kapcsolatban, mert bénultan áll az egész rendszer az előtt, hogy mi történik. Ez kizárólag politikai akarat kérdése. Tehát a németek meg tudják csinálni a saját net GDPR-jüket, tudják a tartalommoderációt törvényi módon szabályozni, különböző országok adatvédelmi biztosai képesek bírságokat kiszabni. Ez kizárólag politikai akarat kérdése, hogy meglévő jogi intézményrendszert milyen hatékonysággal használsz, illetve hogy akarsz-e azon belül olyan lépéseket tenni, amik kiterjesztik az állam főhatalmát ezekre. Ez tényleg nem... De ez mondjuk egy Magyarország típusú ország számára vannak ilyen jogi lehetőségek, ez egy valódi opció volna? Tehát, hogy bármilyen módon elképzelheti azt, hogy a szuverén magyar kormány nyomást tud bármilyen szinten is gyakorolni egy Facebookra például? Hát hogy ne? Hát ő gyakorolja a főhatalmat. Engem nem nyugtatna meg, hogyha az a magyar kormány elkezdeni a Facebookot szabályozgatni Magyarországon. Teljesen igazad van, de ez nem azt jelenti, hogy nem szabályozható. Ez egy nagyon fontos különbség. Sok évig egyébként, tehát amíg a Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesületénél dolgoztam, sok évig volt ez az asztalon, hogy mit fog csinálni akkor a Google-Facebook problémával a kormányzat. És tudjuk, hogy mit csinált, tehát igazából nem nagyon történt semmi azóta sem. Erre mindjárt menjünk vissza, mert ez egy érdekes vitapont, de még mielőtt ebbe beleugranánk, egy picit még arra kérlek bennetek, hogy meséljetek arról is, hogy egyébként úgy általánosabban véve a nemzetállami demokráciákra milyen kihívást tesznek ezek a vállalatok és ezeknek a szolgáltatásai. Tehát hogyan befolyásolják a nyugati típusú demokráciák működését, hogyan befolyásolják mondjuk a kritikus mozgalmak, politikai pártok és így tovább működését. Tehát, hogy mik azok a már jól föltárt esetek, amelyekben látjuk azt, hogy igenis van meghatározó ereje egy Googlenek, egy Facebooknak, vagy más ilyen globális tech vállalatnak arra, hogy hogyan élnek bizonyos társadalmak? Bárki kezdheti. Szép nagy kérdés, tehát akkor most megnyitom az akadémiai székfoglalomat. Szóval nekem az jutott eszembe elsőként, amikor még beszélgettünk erről korábban, hogy mondjuk azóta, mióta az emberek használják ezt a Waze nevű alkalmazást, ami ugye szintén a Google-nek a tulajdona, ez az alkalmazás határozza meg, hogy hogyan közlekednek az emberek gyakorlatilag Budapesten. Mész így az autóval, és így látod, hogy előtted mindenkinél ugyanaz a képernyő van, ugyanazok az ikonok, és ugyanaz az autó megy így ugyanabba az irányba, és akkor vannak környékek, ugye, amiket hirtelen teljesen tönkre tud tenni, mert az algoritmus azt találja, hogy arra menjünk. És ez egy nagyon picike példája annak, hogy hogyan zajlik ugye ez az a magánosítási folyamata ennek a szabályozási ökoszisztémának, ami évszázadokig azért alapvetően, úgy és az utóbbi pár évszázadban alapvetően az államoknak a monopóliuma volt. És hogy az emberek nem feltétlenül tudják ezt, hogy nem feltétlenül reflektálnak arra, hogy most éppen mi történik ezzel. Tehát rengeteg esetben, mint amikor például a Facebook eldönti, hogy valami jó vagy rossz, a Google eldönti, hogy jó valami vagy rossz, vagy a Waze úgy alakítja át mondjuk az ő javaslatait, akkor ő gyakorlatilag a más által megépített infrastruktúrán való közlekedést szabályoz olyan mértékben, amit korábban magáncégek nem csináltak még sohasem. És ez egy elég radikális változás. Hát, illetve ugye a Facebook esetében például az nagyon érdekes, hogy nem maga a Facebook, de hogy akik használják a Facebookot, azok hogyan tudnak manipulálni. Tehát ugye a Cambridge Analytica botrányban azt láttuk, hogy lehet egy megfelelő szemmel látható összeg befektetésével emberek 10 millióit bombázni hamis vagy félig igaz információkkal, és ezzel választásokat lehet manipulálni, és ugye ebben egy versenyfutás zajlik, ahol a Facebook igazából csak a platformot adja, és akkor az ilyen Cambridge Analytica típusú cégek, vagy az orosz dezinformáció pedig tudatosan használja tömegmanipulációra ezeket a módszereket. Azt válaszolom, hogy bocsánat, nem biztos, hogy egyértelmű a nézőinknek, hogy egyébként ez miért áll érdekében a Facebooknak, tehát ő miért engedélyezi mondjuk ilyesfajta tartalmak cirkulálását a saját platformján?
Tudod, akkor mondd meg. Nem, nehéz erről így beszélni, mert hogy van, aki megengedi, van, aki nem. Tehát, hogy ugye itt azt látjuk, hogy egy csomó technológiai vállalat kinőtte magát, és a nyilvánosság terét kezdte el biztosítani, vagy szervezni, vagy annak az infrastruktúrális kereteit meghatározni. És aztán ők szerintem ők is meglepődtek azon, hogy hát hirtelen fegyverré tették őket, vagy fegyverként kezdték el őket használni, mire nem voltak felkészülve, és hát erre különböző módszerek, vagy különböző válaszokat adnak. A Zuckerberg azt mondja, hogy ő nem fogja szűrni a tartalmakat, mert szólásszabadság van, és egyébként őt ne basztassa ezzel senki. A Jack Dorsey meg azt mondja, hogy ő már pedig ilyen szinten felelősséget szeretne vállalni. A harmadik meg valami egészen más csinál. Tehát én azt gondolom, és ezért aztán óvatosabb is lennék a nagy ívű víziók kifejtésével, mert hogy ez egy ilyen nagyon gyors mozgásban levő terület, ahol a technológiai cégek és egyébként különböző nemzetállamok is, és a különböző nemzetállamok különböző szervei elkezdtek fölébredni, és ránézni arra, hogy mi is történik ebben a vállalkozásban. És abban a pillanatban, tehát eljátszhatnak ezek a platformok egy darabig, de amint nemzetbiztonsági kérdésé válik az, hogy a saját demokratikus választási rendszerüket kívülről hogyan teszi meghekkelhetővé a Facebook monopóliuma, onnantól ez hirtelen nem játék, vagy több, mint ideológiai csatározás, hanem onnantól egy ilyen kőkemény titkosszolgálati nemzetbiztonsági kérdésé válik, és onnantól meg már másképp, más nyelven zajlik ez a diskurzus. Tehát én azt gondolom, hogy az, bármi van most, egy év múlva nagyon más lesz, két év múlva még másabb lesz, öt év múlva meg valami egészen másik logikában fognak ezek a rendszerek, meg jogi rendszerek, meg állami, meg privát rendszerek együttműködni. És ezt mondjuk lehet látni mondjuk a Librával, tehát amikor a Facebook azt gondolta, hogy ő majd kiterjeszti a social media monopóliumát a fizetésrendszerre, akkor hirtelen egyértelműen mindenki azt mondta, minden állam, minden szabályozó azt mondta, hogy hát nem, hát erről szó nincsen. De mondjuk az 10 éves távlatban, hogyha ilyen mértékben növekedik a Facebook, és ilyen mértékben tart a megerősödése, el tud képzelni, hogy ne tudná átnyomni mondjuk ezeken a mostani gátakon azt, hogy legyen saját fizetőeszköze? Hiszen nyilván valami érdekében áll. Nem az a kérdés, hogy lesz-e fizetőeszköze vagy sem, hanem hogy milyen feltételekkel, milyen demokratikus ellenőrzés alatt, vagy milyen beágyazottsággal. Igazából ez a kérdés most az van, hogy ezek a cégek nagyjából azt csinálnak, amit akarnak, és ez változik. De amikor tényleg az amerikai Egyesült Államokban politikusok és vállalkozók kezdenek el arról beszélni, hogy érdemes-e visszavenni a Section 230-t, amelyik az internet szolgáltatók immunitását adja az általuk keresztül zajló tartalomért, de elkezdenek erről beszélni, az elképzelhetetlen volt, akár egy éve is, hogy szabályozásról beszélnek egy olyan országban, amelyik szeretne minél kevesebb szabályozással létezni. De közben van az az érdekes párhuzamos dolog, nem? Hogy közben pedig azért az amerikai gazdasági érdekek, meg a soft power, meg stb. Azért nagyon is érdekelt abban, hogy ezek a cégek továbbra is maradjanak ilyen pozícióban globálisan, nem? Hát, ja. Köszi. De másfelől meg azért gondoljunk bele, hogyha elkezdenék a nemzeti kormányok és hatóságok ezt a dolgot szigorúbban ellenőrizni. Tehát nyilván most fáj az, hogy vannak problémák ezzel, de mondjuk, ha az lenne, mint Oroszországban, hogy akkor nincs Facebook, hanem épít az állam nekünk egy Facebookot, az szerintem sokkal kellemetlenebb lenne, vagy mondjuk, ami Kínában van, ez a techno-utópia, hogy gyakorlatilag az állam mindent néz a netten, és akkor pontokat ad neked, és attól függ, hogy mennyire vagy engedelmes állampolgár, hogy hány pontod van, és az szerint férsz hozzá, vagy nem férsz hozzá szolgáltatásokhoz. Ugye nyilván ez egy ilyen skála, vagy így képzelünk egy skála, és mondjuk az egyik véglet az, amit te írtál, vagy te most leírtál, és akkor a másik véglet lehet az, amiben most élünk. Mi lenne az optimális, és az hogy érhető el? Engem meglepett, amit mondtál, hogy mondjuk egy magyar kormány, egy magyar parlament mondjuk tudna bármilyen érdemben hatni mondjuk a Facebook működésére, hiszen ha hoznak is bármilyen jogszabályt, szerintem végrehajtatlan, hiszen egyrészt nincs itt egy szerver, nincs itt egy cég, nincs semmi, amire kiterjesztetnék ilyen értelemben a saját törvényeiket. Ugye amikor volt az Uber kapcsán ez a botrány, ott is ugye konkrétan a taxist, aki fizikailag jelen volt a budapesti utcán, lehetett eltiltani a szolgáltatás biztosításától, vagy kellett kötelezni arra, hogy kiváltsa a taxis engedélyt, mint minden más ilyen személyfuvarozó, de magát az Ubert így sem lehetett betiltani, csak azt lehetett megakadályozni, hogy használja konkrét személyszállító. Tehát, hogy látod, hogyan tudna mégis
a nemzeti kormány vagy a nemzeti parlament Magyarországon bármilyen módon is ilyesfajta regulákat vagy bármilyenfajta szabályokat rá tenni a Facebook működésére? Hát azért ez nem, hogy mondjam, ez nem a Szabad Európa Rádió zavarásának kérdése, hogy van valahol München környékén egy nagy adó, és akkor majd sisteregtetjük innen részéről, Sopron mellől. Tehát azért a magyar államnak vannak eszközök a kezében. Hát az Európai Uniónak egy teljes jogú tagállama. Tehát nem arról van szó, hogy eszköztelen lenne. Az más kérdés, hogy politikai alkupozíciója van-e. Az egy tök másik kérdés. De hogy a jogi eszközei megvannak, az teljesen nyilván. De a nemzetközi szintén azt mondod, Magyarország területén az esélytelen. De nem Magyarország területén. A németek azt mondták, hogy ha nem távolítod el azt a tartalmat, amiről mi azt gondoljuk, hogy nem tudom, gyűlöletbeszéd, akkor mint óránként 10 000 eurót kell fizetni. Hát ezt lehet mondani. És hát van kim behajtani. Hát a magyar államnak van joghatósága a Facebook Írországgal szemben. Ez nem, hogy mondjam, ez nem... A szankciós politikáról mit lehet elmondani, hogy bármilyen szempontból jelentett ez komoly érvágást, akár mondjuk a Facebook számára? Hát az egy másik kérdés. Tehát, hogy itt a bevétel az tényleg kerekítési hiba vagy látható, azt nem tudom. De ez tök mindegy ilyen szempontból. Tamás? Én még véletlenül sem akarom azt implikálni, hogy értek ehhez a részéhez. Amihez talán egy gondolatot hozzáfűznék, az az, hogy nyilván nem véletlen, hogy ezek a cégek, amik most uralják a globális digitális világot, mind Amerikából jönnek. Nyilván az Európai Unióban is régóta zajlik egy ilyen gondolkodás, hogy hogyan lehetne valamilyen módon olyan ösztönző gazdasági környezetet, jogi környezetet teremteni, hogy nálunk is tudjanak kialakulni, ha nem is monopóliumok direkt értelemben, de meghatározó, innovatív, fontos digitális vállalatok. És szerintem ez a másik oldala, úgy tetszik még ennek a társadalmi egyenletnek sok-sok más szereplő mellett, a jog, a lobby erő és a többi mellett, hogy hogyan lehet egy olyan típusú oktatási, technológiai, egyéb ökoszisztémát kialakítani, amiben megjelennek további versenytársak, hogy ne csak ez egyedüli ilyen push jöjjön a tengeren túlról, hogy mindig onnan jönnek az ilyen típusú innovációk. Egy picit menjünk vissza a 2000-es évek elejére, 90-es évek végére. Ugye ez az időszak, amikor a Viv megszületik, aztán majd berobban. Ugye részben a ti kettőtök írásaiban is vizsgáljátok azt a kérdést, hogy hogyan lehet a mából visszatekinteni ennek az időszaknak arra, most leegyszerűsítve így fogalmazok, hurrá optimista alaphangulatára, ami azt feltételezte, hogy a technológiai váltás az önmagában egyébként egy demokratizáló erőként fog majd hatni, vagy egy erőteljesen dinamizálja majd a demokratizálódást. Ugye te magad is erről elég önkritikusan írsz a legutóbbi írásom, amit megosztottál velem. Hogyan lehet leírni ezt a folyamatot? Tehát mi volt az, ami akkoriban hajtotta azt a szénát, aminek ti voltatok a tagjai, és mi volt a ráébredés arra, hogy nem biztos, hogy ez a vonat pont arra fut, mint amit ti feltételeztetek róla? Hát ugye az én állításom röviden összefoglalom, hogy az volt, hogy azért mi 18-19-20 éves korunkban ebbe belecsöppenve azt láttuk, hogy itt valami forradalmi dolog történik, aminek mi vagyunk az előörse, és hogy itt a technológia segítségével képesek vagyunk egy teljesen tiszta lappal indulva saját magunk újraépíteni társadalmi, gazdasági, politikai, társas, kulturális viszonyokat. Tehát nem egyszerűen, nem csak, amint az IVIV csinálta, nem csak leképezi a ráckertet, hanem hogy valahogy egy ilyen pozitív visszacsatolási spirálban az, amit online történik, az másnap megtörténik offline, és az egy kicsivel jobb, mint hogyha nem lett volna az online lába ennek a visszacsatolási spirálnak. És azt gondolom, hogy ez ügyben, tehát ennek nyilván volt egy ilyen amerikai ellenkulturális ideológiai háttere, ezt a szelet fújta, ez a szél fújta át a technológiát, az ideológiát ismételtük mi is sokszor, én is sokszor kritikátlanul, de azért ez az ideológia nem volt feltétlenül teljesen egy félreértés. Azt nehéz volt előre látni, hogy milyen hamar és milyen radikálisan zárul be ez a tér, és milyen elképesztő erővel jönnek létre ezek a monopóliumok, amik már valami, hát érted, tehát hogy a Google
Make No Evil, vagy Do Not Evil mottója, az pár éve került ki a policy anyagokból, de kikerült. Tehát, hogy milyen hamar zárul be ez a tér, és hogy milyen hamar tarolja le ezt az egészet, nem a Telekom, hanem a Silicium Valley monopólium. Ezt nem láttuk. De hogy egyébként azt gondolom, hogy még mindig nagyon sok szabadságfok van. Tehát az, hogy ez a dolog, ez a YouTube-on keresztül megy, és nem a magyar televíziónk, az egyrészt egy tragédia, másrészt meg hát egy szabadságfok. Tehát ilyen szempontból azért valamennyi megmaradt. Mindjárt tovább megyünk a Tamáshoz, csak ugye te konkrétan arról írsz, hogy azok a szabad felhasználású tudások, licenszek és így tovább, amelyek akkoriban egyfajta partizán stratégiaként megoldást adhatok arra, mit lehet kezdeni a szerzői jog monopóliumával, a szerzői jogászoknak a különféle machinációival, hogy ez a fajta forradalom igazából valójában pont azokat a tőke logikákat szolgálta ki, amelyek ellen lényegében létrejött, hiszen végül az történt, hogy az értékét ezeknek a tudásoknak, licenszeknek azok tudták hasznosítani, akiknél megfelelő technológia és tőke koncentráció volt. Ez mennyiben helyes interpretáció, és ha így volt, akkor mi történt? Tehát, hogy annyi történt, hogy a tők és gazdaság utolérte ezt a folyamatot, és rá tudta tenni a mancsát, vagy valami teljesen más okból kifolyólag futott végül olyan irányba, amit most az előbb leírtál? Hát amikor a 2005-2006-ban behoztuk Magyarországra a Creative Commons-ot, a Mokkal, meg a Vájval, meg még néhány itt, akik itt vannak, akkor azt őszintén hiszem most is azt, hogy sokkal jobb, hogyha a közösség által használható módon vannak erőforrások elérhetővé téve, mint hogyha a privatizálva vannak, és valakinek az engedélyét kell kérni. Amire nem számítottunk, az arra megint csak nehéz volt előre látni, hogy például ott van 30 millió fénykép a Flickeren, mind Creative Commons licenszával közétéve. Ezt a Microsoft, meg a Clearview, meg egy csapat másik cég a Creative Commons licensznek köszönhetően összetudja gépi eszközökkel gyűjteni, belerakja egy arcfelismerő algoritmusba, amit aztán elad a kínai néphadseregnek, hogy az újgurokat nyomják el vele. Na hát ezt azért nehéz volt előre látni, hogy ez a közkincs, amit szerzőjogi eszközökkel mindenki szabaddá tett, ezt majd később, 10 évvel, 15 évvel később, ilyen shady vállalkozások arra használják, hogy tényleg arcfelismerő mesterséges intelligencia alkalmazásokat fejlesztenek és értékesítsenek a kínai néphadseregnek. Hát ezt nem láttuk előre. Ezt nem. Igazából az a jó ebben a dologban, hogy az emberek mindig valamilyen reményt fűznek egy technológiához, hogy az majd segít, hogy ez mindig újra termeli önmagát, csak éppen más szereplőkkel. Tehát, hogyha most körülnézel, akkor az elektromos autó, önvezető autó, a felhő, az immaterialitásba vetett ilyen rendületlen hit, hogy akkor ezek ilyen anyagtalan dolgok, amik történnek velünk itt az interneten. Ezek mind tulajdonképpen hitek, amik ugyanúgy, hogyha nem veszünk róla tudomást, mint a joghoz hasonlóan, és ez is egy társadalmi termék, hogy végül milyen paragrafusok szabályozzák az életünket. A technológia is egy társadalmi termék. Tehát, hogyha csak olyan abszurditásokat nézzünk meg például, hogyha mondjuk veszel egy zöld rendszámos, hatalmas nagy SUV traktort 30 millió forintért, iszonyatos kedvezményeket fogsz kapni az államtól, de ha veszel egy kis autót, ami sokkal kevesebbet fogyaszt, hatékonyan, stb., de pont nem esik bele abba, akkor nem fogsz kapni egy fillért sem. Tehát, hogy látszik, ott is olyan egy új technológia, aminek van egyfajta... Van egyfajta policy, ami bizonyos szabályok mentén úgy dönt, hogy szeretné ezt a fajta technológiát valamilyen módon terjeszteni. Ez egyszer egy kommunikációs eszköz is, stb. Teljesen világosan látjuk, hogy milyen irányba nyom, milyen fejlesztéseket. Szóval nehéz erre mit mondani, egy felől, másfelől pedig könnyű mit mondani, ugye a technológia sosem fog megoldást adni önmagában az emberi problémákra, az emberek fogják ezt adni azáltal, hogy használják valamilyen módon ezeket a technológiákat. Részben megválaszolta egyébként a kérdésemet, de azért azt kérem, hogy egy picit bővebben fejtsd ki, hogy a könyvedben hogyan írsz erről az aspektusról, tehát hogy itt arról van szó, hogy ténylegesen történt egy kulturális léptékváltás, vagy egy forradalom, vagy arról van szó, hogy új törésben, vagy új helyzetekben jelentek meg azok az általános társadalmi morális dilemmák, amelyekkel amúgy is küzd az emberiség, és ez csak egy új formája ezeknek a kérdéseknek. Tehát van-e bármifajta olyan új aspektus, dimenzió, amire eddig nem láttunk rá, és most ezzel föl kell találnunk új erkölcsi megoldásokat, erkölcsi nem tudom én mértéket, vagy pedig arról van szó, hogy nem, valójában csak arról van szó, hogy új megjelenése van ugyanazoknak a kérdéseknek, közösség vagy privatizált érdek és így tovább, mint amelyekkel korábban is küzdöttek a társadalmaink.
nyilván az erős meg a provokatív válasz az, hogy nem nincsenek új dilemmák nagyon, hanem nyilván amikor digitális dilemmákról beszélünk, akkor valamilyen módon meg kell találnunk a párhuzamokat, és ez néha sikerül, néha nem sikerül. Pont amikor gondolkodtam idefele jövet például, akkor eszembe jutott a deep like-nak a problémája. Gondolom mindenki tudja, hogy mi az a deep like, amikor odamész mondjuk egy kedves ismerősödnek mondjuk az Instagram profiljára, és így magadba feledkezve legörgetsz pár évvel mondjuk a régi posztokba, és akkor így véletlenül az egyik görgetés helyett rányomsz egy szívecskét a képre, és akkor véged van, mert hogy kész. Tehát, hogy lebuktál egy pillanat alatt, hogy aha, Balázs, akkor végignézted az összes képet, Jézusom stalker, és még lájkoltál is, tehát, hogy borzasztó kifejezted a szervezetet egy régi képemmel kapcsolatban, és hogy miért van ez, hogy ez egy jeges rémülettel tölt el egy átlagos felhasználót, hiszen azok a képek ott vannak. Megcsinálná bármelyikünk azt, hogy most mondjuk ide beülünk, és így kinyomtatva az összes képemet ever, amit készült social media, így kirakom a falra, hogy nézzétek, ugyanezt csináljuk, ezt nem gondoljuk creepynek, na de azt már gondoljuk creepynek, hogy valaki actually ott van mondjuk, és tényleg megnézzétek, amik egyébként ott vannak on display, ahogy az angol mondja. Szóval ez egy furcsa dolog. Hogyan lehet ezt lefordítani pontosan? Nyilván valami olyasmi gondolkodás van az emberekben, hogy ami egyszer eltűnik az én feedemben a szememnek, hát vagy a karnyújtásnyi távolságra, vagy nem tudom, az már nem foglalkozom, azt nem fogom törölni, az igazából engem nem érdekel, de amikor ráébresztenek arra, hogy ez tényleg ott van, akkor furcsa érzéseket kelt bennem. És nyilván az ennek a kérdésnek a szépsége vagy finomsága, hogy ez nem egy jogi kategória, ez egy ilyen kulturális, udvariassági etikett kategória. Most akkor hogyan gondolkodunk? És annál érdekesebbek ugye ezek a dolgok, minél inkább megyünk olyan kérdések felé, amelyeket már tradicionálisan a jog szabályoz, hogy akkor jellemzően ugye a legnagyobb ilyen dilemmák az illegális tartalma, kalózkodás, amiről Balázs nyilván nagyon sokat tudna beszélni. Tehát én azt gondolom, hogy ezek is ugye offline problémák, és csak az a kérdés, hogy hogyan lehet ezeket átkeretezni a digitális világnak a viszonyrendszerében. Igen, meg a korai internet az egy ilyen nagyon radikálisan információszabadságpárti szubkultúra volt, egyébként részben pont ezért, mert még nem volt múltja, tehát az egész 90-es évek az arról szólt, hogy minél több mindent digitalizáljuk be, rakjuk fel az internetre, kössük össze, tegyük elérhetővé, rakjunk oda mindent. És ezután a jött 5-10-20 év múlva keletkezett ez a probléma, amit a Tamás most az imént vázolt, hogy már ott van az elmúlt 20 év, és közben eltelt 20 év, és nem biztos, hogy büszkék vagyunk arra, amit 10 éve kipakoltunk. Miért bizonyultak egyébként gyengének ezek a közösségi erők abban, hogy meg tudják védeni ezeknek a tartalmaknak a szabadságát? Tehát, hogy miért bizonyultak erőtlennek azokkal a nagyobb érdekekkel szemben, amelyek végül is ilyen értelemben kifordították az eredeti szándékát a létrehozóknak? Azt gondolom, hogy ez egy Ulrich Beck nevű német szociológusnak a tézise, hogy minden technológia valójában arról szól, hogy valamilyen módon kockázatokat termel. Az atomerőmű is egyfajta kockázatot termel, hogy tönkre megy, fölrobban, mindnyájan meghalunk, radioaktív felhő, az autó is egy technológia, amelyik különböző kockázatokat termel, és a digitális világ is bizonyos kockázatokkal jár. Most az a kérdés, hogy milyen szinten vagyunk képesek tetszőleges T időpontban ezeket a kockázatokat jól előre látni, és milyen módjai vannak ezeknek az előrelátott kockázatoknak a kezelésének, elhárításának, másrahárításának, minimalizálásának. És mennyi az, amelyik unknown, tehát hogy egyszerűen senkinek semmilyen fogalma nincs arról, hogy ez ügyben van nekem egy nagyon kedves történetem, hogy 1943-ban az Enrico Fermi, meg egy másik csapat fizikus a Chicago belvárosában egy sportpályán összehordott 450 tonna grafitot, meg 50 tonna urániumot, és ezt őket így egymásra pakolták ilyen rudakban, és nem sokára beindult a földkerekség első láncreakciója. Az, hogy nem lett Chicagóból bomba törcsér abban a pillanatban, az részben a szerencsének volt köszönhető, részben pedig annak, hogy állt az ennek az egész halomnak a tetején egy csávó, egy vödör, búrakszal, aminek az volt a dolga, hogyha esetleg elszabadulnának az indulatok, akkor ezt a vödröt ráborítsa. De hogy egyébként azért fizikusok voltak, és hogy pontosan tudták azt egyébként, hogy tehát, hogy egy fizikai
törvények által előrejelezhető térben voltak, tehát pontosan tudták azt, hogy a hő hogyan terjed, a neutronfluxus hogyan megy, a nem tudom micsoda. Képesek voltak e köré tervezni egy geometriát, és egyébként voltak műszereik, amikkel pontosan tudták mérni azt, hogy ennek a dolognak a magja az hány fokos, és le tudták állítani, amikor túlságosan meleg lett. Most ehhez képest tényleg az van, hogy ugyanilyen potenciálisan pusztító hatásokkal bíró technológiákat építünk minden nap a társadalmainknak a kellős közepén, se azt a törvényeket nem tudjuk, amik ezeket a rendszereketnek a működését szabályozzák, se műszereink nincsenek arra, hogy lássuk, hogy mi zajlik a társadalomban, se tervezni nem tudunk igazából containmentet, vagy az infrastruktúrát, vagy a geometriát, hogy hogyan ne szakadjon a fejünkbe, és még hogyha lenne mindez, akkor is körülbelül úgy állnánk, mint ahogy Enrico Fermi nem értett semmit se Hiroshima-ból, se Fukushima-ból, se Csernobil-ból, se a hidegháborúból. Tehát, hogy egyszerűen nem előrejelezhető a technológia által gerjesztett kockázat. És aztán innentől vakon tapogatózunk egy ilyen sötét szobában, hogy akkor most mi van. Én Tófányi Tamással kérdezném azt, hogy mit lehet elmondani azokról a közösségekről, amelyek az ilyen Creative Commons-ok mentén szerveződnek. Tehát mit jelent az kulturális léptékváltás tekintetében, hogy talán először az emberiség történetében földrajzilag egymástól rendkívül nagy távolságokra élő emberek közös alkotásokat tudnak létrehozni, amiben van egyfajta, talán nem dehonestáló, így fogalmazom, ideológiai alapelv is, miszerint, hogy ez egy ilyen szabad felhasználású, nem bevételszerzési szándékból készített vállalkozás vagy termék. Tehát mit jelent ennek a... Mit mond erről a kortárstudomány? Tehát, hogy mit tanulhatunk ezeknek a közösségeknek a működéséből, amit esetleg adaptálhatunk más részeire is a társadalmunknak? Szabad annyira partizánkodni, még a Balázs gondolatához hozzáfűzök egyet? Akkor így gyorsan hozzáfűzöm ezt, hogy amellett ugye, hogy Balázs említette ezt az előre jelezhetetlenséget, amellett pedig még van egy nagyon izgalmas ellentétpárja, hogy egyébként meg mennyire rögzített pályákon mozgunk. Tehát, hogy az, hogy a Facebook ott van, ahol van, az azért van, mert az internet ott lett, ahol volt, az pedig azért, mert a telefonvonalak, az pedig azért, mert a távíró, az pedig azért, mert a vasút. Tehát, hogy ezek az infrastruktúrák, ezek nagyon masszívan egymásra épültek az utóbbi, hát lehetne mondani, hogy 100-150, de valójában 500-600 év. Tehát, hogy ahol ugye a Ságvári Bencének az egy nagyon fontos kis soundbite-ja volt szerintem a filmből, ugye, hogy a digitális kapcsolatok természetét mennyire meghatározza az offline világ. Ez nagyon is így van, és nem csak a hegyekről van szó, meg az erdősávokról, hanem a pénzről, a társadalmi státuszról, és itt. És akkor így kötöm át a kérdésedre a választ, hogy igazából ez az érdekes szerintem, hogy azok az emberek, akik használják az internet, azok kicsodák. Tehát például, amiről a Tamás beszélt korábban, hogy a magyar internet kezdeteikor, ez egy urbánus, geek, jellemzően egyetemista, vagy egyetemet végzett, jól edukált, magasabb társadalmi státuszba tartozó közösség volt, aki használta az internetet. Ma pedig, hát az a szomorú igazság, ugye, hogy mondhatni lehetne, hogy mindenki, de még mindig nem mindenki, mert a nagyon-nagyon szegények Magyarországon stabilan nem használják az internetet. Tehát továbbra is, ha jól tudom, van még mindig egy 600 ezer, fél millió ember nagyjából Magyarországon, aki még mindig nem fér, ők a mély szegénységben élő emberek, ők nem férnek hozzá az internetnek semmilyen jó téteményéhez, hogyha úgy tetszik, mert az életben sem férnek hozzá ezekhez a dolgokhoz. Tehát azt gondolom, hogy nagyon sokszor összekeverednek ezek a dolgok szerintem, amikor az interneten való véleménynyilvánításról, tartalomelőállításról, demokratizálódásról beszélünk, hogy kik azok az emberek, akik hozzáférnek, és mit tudnak csinálni. Erre szerintem az egyik legjobb példa ugye az elképesztően divatos ilyen generációzás, hogy ilyen generációk, olyan generációk. Akkor szinte senki nem teszi hozzá, ez nyilván nem véletlen részben, hogy itt nem arról van szó, hogy a világon ebbe a korosztályba tartozó emberek mind ez a generáció lenne, hanem megint csak az urbánus, a középosztálybeli, felső középosztálybeli emberekről beszélünk itten. Hogyha azt mondjuk, hogy mindenki ebbe a generációba tartozik, akkor nem tudnánk mit kezdeni a Borsodabói-Zemplénben élő roma gyerekekkel, akik nem lehetnek ennek a generációnak a tagjai, hiszen nem férnek hozzá a hálózathoz. Tehát szerintem erre kéne figyelni, inkább az utolsó mondatod úgy hangzott, hogy mit mond erre a tudomány. Inkább azt mondanám, hogy
hogy nagyon sok mindent mond, nem a tudomány, és ez sokszor nagyon sok félreértés szül szerintem az interneten zajló jelenségekkel kapcsolatban. A tudomány meg néha sajnos baromi unalmas dolgokat mond, ugye azt mondja, amiket biztosan esetleg látni, vagy olyan dolgokat, amik az embereket egyáltalán nem érdeklik, és akkor ezt így elmondja az ember, de nagyobb hatása van sokszor annak, hogyha valaki kiáll és azt mondja, hogy úristen, itt van egy kulturális forradalom, és akkor mindenki ráfigyel, mert ez sokkal érdekesebbnek hangzik. Úgyhogy most ezt kellene mondanom, de most nem fogom mondani. Senkinek a nem tudom, ifjúkori reményeit nem akarom dehonestálóan kezelni, de hogy a mából nézve lehet-e azt mondani, hogy azokat a reményeket, és nyugodtan cáfoljatok, vitatkozzatok és így tovább, de hogy lehet-e azt mondani, hogy azokat a reményeket, amik mondjuk a 90-es évek végén kötöttek az internethez, hogy ez a osztályhelyzeteken, vagyoni helyzeteken, átívelően, földrészeken átívelően képes majd embereket összekötni, ez mostanra azért erősen megkérdőjelezhető, és egy olyan tendencia, amiről a Tamás az előbb beszélt, miszerint nagyon erőteljesen leképződnek az online kapcsolatokban is az egyébként meglévő társadalmi kapcsolatok, hogy ez mostanra igazolást nyert, vagy ha nem, akkor miért nem? Nekem lehet egy kérdésem hozzád meg a Tamáshoz? Persze. Azért, mert nekem nem fér a fejembe, tehát hogy az egyik oldalon azt látom, hogy az amerikai elnökválasztás kapcsán mindenki azon aggódik, hogy a Facebook hogyan fogja megint az orosz befolyást felerősíteni. Itt meg azt látom, hogy a magyar kormány vagy a magyar kormánypárt óriás plakátokon tartja fönn a hatalmát, hogy ez összefüggésben van azzal, amit Tamás az előbb mondott, hogy van egy ilyen hozzáférési szakadék, vagy valami más oka van annak, hogy itt nem az internet lett a politikai befolyás, vagy a politikai kommunikáció elsődleges fóruma, hanem a lehető legostobább, butább, legkevésbé personalizált, tényleg faltól falig az országot kiplakátolom egy plakáttal típusú politikai kommunikáció. De valaki magyarázza ezt már nekem. Én csak tippem, mert nem. Ez élő, tehát hogy ez nem azért van, mert hogy a politikai kommunikációnak itthon legalábbis van ez a sajátos, csodálatos kettős feneke, hogy egyfelől propaganda, másfelől pénzmosás, és akkor ez az. És a pénzmosás része nem működne olyan jól, hogyha beleöntenék az internetekbe. Nem csöngetnek vissza a szilíciumvölgyből, azt mondod? De... Lehet, hogy meg lehetne dumálni, de... Hát egyrészt, másrészt meg ez csak a látszat, hogy ez csak az óriás plakáton zajlik. Tehát ez egy nagyon kifinomult dolog, ami megy az óriás plakáton, a tévében, a rádióban és az interneten. És akkor ehhez képest meg az ellenzék vagy a Marcia csak az interneten van jelen. Tehát ez a csukott szemek, helyzetű, ez a helyzeti előnye a kormánynak. Tehát nem igaz, plakáta hogy bután... Nem igaz, hogy bután kommunikál. Nagyon sok csatornán egyszerre, és több szinten, és több rétegben kommunikál, tehát szerintem az egy nagyon durva leegyszerűsítés azt mondani, hogy óriás plakátokkal nyerik meg ezt a propaganda háborút. Hát meg ugye ezek a targetált hirdetések a 2018-as választáson, hogy teljesen kamu tartalmakat, olyan támadásokat, rasszista színezetűnek tűnő támadásokat állítottak be, amelyek nem ott történtek, nem úgy történtek, nem az volt a kontextusa, akit támadnak állítottak be, valójában az volt az elszemű, de hát ezt nyilván te pontosan tudod, hogy emlékezel erre. Tehát hogy ez is egy szintere szerintem a kormányzatnak, és igen, szerintem ez egy nagyon erős faktor, hogy sok pénzt lehet kivenni az óriás plakátozásból. De viszont akkor viszont nincs teljesen igazad? Tehát, hogy akkor viszont ez a fajta hozzáférés probléma, ez nem akkora? Vagy, én azért azt nem állítottam, tehát hogy én, amit állítottam, az annyi volt, hogy a leges legszegényebbek nem férnek hozzá Magyarországon szerintem, és a magyar kormány nem akar lőni a leges legszegényebbekre, tehát hogy... Hál' Istennek. Záró kérdéskör. Ugye a felvezetőben már említettem azt, hogy egyrésztről vannak ezek a globális tech vállalatok, amelyeknek a különböző nyomásairól, vagy az ő általuk megjelentett újszerű kihívásokról már beszéltünk. És akkor mellette pedig ott vannak, már említettétek többen is, a különböző nemzetállamok, amelyek szintén próbálkoznak részben adatot nyerni, részben korlátozni a hozzáférést, és így tovább. Ugye a filmben ott a legvégén az volt az alapvető dilemma, hogy melyik az, amivel inkább meg lehet küzdeni egy ilyen nemzetállami perspektívában. A kormányzati nyomással, vagy adott esetben a globális tech-vállalatok megjelenítette nyomással, és ugye a két megszólalónk ellentétes véleményen volt. Tamás, te az átlátszónban hogy éled meg, melyik nyomás az, ami inkább befolyásolja azt, hogy milyen tartalmat tudsz eljutatni az olvasóitokhoz?
Mi egy speciális helyzetben vagyunk, mondom, mert non-profitok vagyunk, és ezért ránk a kereskedelmi nyomása nem érvényes ezeknek az óriás vállalatoknak. Nyilván a politikai nyomás az nagyon erős annyiban, hogy bizonyos csatornákról nem jutnak el a híreink, tehát be vagyunk csukva mi is az internetre, és csak az interneten keresztül érjük el az olvasóinkat, és ebben egyébként támaszkodunk ezekre a kárhoztatott óriás vállalatokra, úgyhogy nekem per pillanat azt gondolom, hogy a Facebook hasznos, a kormány meg nem hasznos, de hát ugye ez bármikor változhat. Szállítja a kontentet, nem amiről írni azért azt mondom. Hát igen. Én annyival egészíteném ki, hogy szerintem a politikai nyomás is gazdasági nyomás, hiszen ez volt a nagy találmánya azért ennek a rendszernek, hogy hogyan lehet gazdasági eszközökbe átkonvertálni a politikai nyomást, tehát hogy az, hogy milyen törvények vannak, az csak egy töredék ennek a dolognak, itt nem arról van szó, hogy rendőrök elvisznek bárkit, hogyha olyat ír, de sokkal egyszerűbb inkább kihúzni a piacot valakinek a lába alól, úgyhogy szerintem mind a kettő piaci nyomás. Hát én egy olyan országban élek, ahol van egy nagyon-nagyon jól működő közszolgálat, és van egy nagyon-nagyon jól működő kereskedelmi médiarendszer, aminek nagyon komoly nyomtatott sajtója is van. Ennek két hozadéka van. Az egyik az, amit mi mérünk egyébként kutatásokkal, hogy gyakorlatilag a közszolgálati, egy jól működő közszolgálat, vagy egy jól működő szeriőz újságírás, elképesztő társadalmi horgony, elképesztően fontos szerepe van abban, hogy az internetes mikrotargetálást, a filter szűrőbuborékokat, véleménybuborékokat képes ellensúlyozni, és képes egy társadalmat együtt tartani. Ennek van egy másik része, ott a gyerek üldögél éppen nem figyel, hogy az iskolában az iskolai képzés, tehát 10-től fölfelé az iskolai képzésnek része az értő olvasás, és része az egyébként ennek a korosztálynak a közszolgálati tévé által, vagy a közszolgálati média által legyártott hír folyamának a fogyasztása, értő fogyasztása. Amelyik szocializál, amelyik kritikus gondolkodásra tanít, amelyik tájékoztat. Tehát amikor arról van szó, hogy a nemzeti média szolgáltatóban nagyon sok pénz elmegy haveroknak, az nem csak azért dráma, mert ellopják azt a pénzt, hanem azért, mert hogy az a dolog ebből a társadalomból, mint ahogy minden társadalomból, ahol nem működik, elképesztő módon hiányzik. És nem tudjátok, tehát nem lehet semmilyen módon azt ezekkel a módszerekkel, ezzel a módszerrel, a YouTube-val, az átlátszó.hu-val, a nem tudom mivel pótolni, nincs helyettesítője, nem, egyszerűen nem helyettesíthető. És hát tehát ez innentől oda megy vissza, hogy van egy társadalom, amelyiknek vannak-e alapvető infrastruktúrái és képességei arra, hogy az saját információs környezetére valamilyen módon hatást gyakoroljon. Nem csak szabályozással, tehát nem csak azzal, hogy bepereli a YouTube-ot, hanem azzal is, hogy egyébként alternatívát nyújt, tájékoztat, nevel, látidátidátidá. Úgyhogy ezt igazából leegyszerűsíteni arra, hogy Facebook, vagy hogy internet, egyszerűen lehetetlenség. Azt hiszem, hogy te is erre próbáltál utalni több módon, meg sokszor, csak ismételni tudom, hogy ez nincs, nem egy légüres térben létezik, ez ebben a társadalomban létezik valahogy, amiben működik. És hogyha ebben a társadalomban egyébként ilyen hatalmas fekete lyukak vannak, akkor ez ilyen nagyon torz módon fog tudni csak működni, és lehet, hogy inkább csak ront a helyzetem, mint adott esetben segít. Úgyhogy hát nem tudom, tehát hogy a problémát azt én nem a Facebookban látom, hanem a még csak nem is az információs önrendelkezésben látom, hanem abban, hogy egyébként egy saját közösség a saját erőforrásaival saját magának mit képes még építeni. A gyereket meg kell védeni, mert abszolút figyel, csak olyan tartalom, ami őt érdekli. Van esetleg még egy záró gondolat bárkinek a fejében, amivel szeretné még esetleg itt a közönséget hergelni, nyugtatni? Jó, akkor nagyon szépen köszönöm panelistáinknak, hogy itt voltak a mai este velünk. Köszönöm szépen Bodoki Tamásnak, köszönöm szépen Tófalvi Tamásnak, és köszönöm szépen Bodó Balázsnak, hogy eljöttek és itt voltak velünk. És köszönöm szépen a nézőinknek is. Köszi.
köszönjük szépen a figyelmet mind a YouTube, mind a Facebook oldalunk követőinek. Elnézésüket kérjük még egyszer, hogy a filmet nem tudták megnézni, de most, ahogy vége lesz ennek a műsornak, azonnal elérhetővé válik az Irish Story című kisdoksink a YouTube csatornánkon, úgyhogy mostantól azt is szabadon meg lehet majd tekinteni. Legközelebb március 21-én lesz majd Partizán Filmklub itt a Baross utca 85-ben. Nagy szeretettel várunk mindenkit, akit érdekel majd. Egy nagyon izgalmas portugál rendezőnek a Magyarországon abszolút ismeretlen filmjei közül fogunk egyet bemutatni, ő Pedro Costa a rendező, a film pedig Vanda szobájában, a filmet magyar felirattal tesszük majd elérhetővé. Március 27-én pedig a Színházi Világnap alkalmából bemutatjuk az elmúlt 10 év egyik legtöbbet vitatott, tárgyalt színházi szabályozását, az úgynevezett TAO rendszert. Bemutatjuk, hogy kik voltak ennek a rendszernek az igazi nagy kedvezményezettjei, kik voltak azok, akik szégyentelenül színnél lopták ezt a rendszert, és kik azok, akik most, hogy ezt kivezették, valójában az igazi károsultjai. Beszélgetni fogunk majd ennek a különböző aspektusairól. Egyelőre még szervezés alatt áll, hogy ki lesz majd a vendégünk, de érdemes követni minket a Facebookon, mert ott az éppen aktuális infókat azonnal közzé fogjuk majd tenni. Én Gulyás Márton voltam, köszönöm szépen a figyelmüket, jó éjszakát kívánok!